Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön az Excalibur bemutató végre a Warframe-ben, az új Excalibur bemutató, az új képességű bemutató. Itt a játék elején némi kis akadályba ütköztünk, mert valakiért eljöttek gyakorlatilag, és őket kellett lezúzni előbb az Eximusokat. Na, de ez ne tántorítson el senkit, mert mostanra az Excaliburból egy vadállatot csináltak, és nagyon durván, hát átdolgozták a képességeit, és sokkal erősebb lett, és sokkal több mindenre használható. Eddig se volt gyenge, félértés ne essék, bár megosztotta a játékosokat az Excalibur, sokan gyengének tartották, és sokan nagyon erősnek tartották, és azt kell mondjam, hogy mind a két bázisnak igaza volt. Azért, mert az Excalibur először is egy választható karakter, és van egy olyan érzésem, hogy mostantól újra népszerűbb lesz a Volt és a Meg mellett, mert azokat korai állapotukban is erősé lehet tenni, a Voltot és a Meget. Viszont az Excalibur trükkös, az Excalibur egy nagyon erős Warframe tud lenni, vagyis hát a patch előtt, igen, nagyon erős Warframe tudott lenni, és csak kellett neki idő, hogy megszerezd a jobb modokat, és hogyha megvoltak a jobb modok, akkor kurva erős tudott lenni. Addig nem igazán tudott erős lenni, ezért is osztotta meg a játékosokat, sokan a legjobbnak tartják, sokan a leggyengébbnek tartják, úgyhogy de mostanra annyit pecseltek rajta, hogy egy nagyon jó kiegyenlített állapotba került, és übererős lett, az az igazság, és egy tapasztalt játékos kezében még übererősebb lesz, mint akármelyik másik karakter tudna lenni kb. De persze ne túlozzuk el, szóval nagyon erősítették a mostani pecsel az Excaliburt. Na, de még mielőtt rátérnénk a képességekre, jöjjenek a kötelező adatok. Az Excaliburt megszerezni, aki nem választotta a játék kezdőnél, a Pluton, a Hades küldetésen az Ambulance dobja. Nem nehéz kinyírni ellenfél, a Lotus valószínűleg küldetés közben azt fogja mondani, hogy távolról lőjed, de ne hallgass rá, menj oda, zúzd le a legerősebb kardoddal, meg könnyen hal, és akkor ki tudod farmolni az Excaliburt. És nem, most már azt kell mondjam, nem fogod megbánni, mert nagyon erős egy karakter lett. Itt láthatjátok egyben az újított slash-des első képességét, az újított slash-des annyit tesz, a régi slash-des olyan volt, egyet csúszott és vágott egyet a karjával, tök haszna vehetetlen volt, menekülési opciónak volt jó. Na most már kombinálták a slash-dest az ultiával, szerintem itt mindjárt elkapcsolom, ha jól emlékszem. Szóval látjátok a mostani kardot a kezében, amit megcsinál slash-desnél, az egyben az ulti kardja is, az új ultimate kardja, és a slash-des hasznos, több ellenfelet vág le, tehát már menekülni tudsz vele, és irányított slash-des, tehát az ellenfeleket vág, tehát tényleg levágja az ellenfeleket, amit láthatjátok, és menekülni tudsz vele, és közben vagdosni is tudsz vele. Majd mondom a hátuletőjét a fénykarnak. A második képessége megmaradt a gyakorlatilag a vakítás, a leghasznosabb, ami eddig volt gyakorlatilag az Excaliburnak, és elvakítja az ellenfeleket, ugye, és nem látnak semmit, úgyhogy érdemes kihúzni egy range-re, tehát minél nagyobb, szélesebb körbe vakítson. Na most ezen is módosítottak, amit itt láthatjátok a vakításnál. Most az ellenfelek, akiket elvakítasz, nyitottak lettek finisher damage-re. Mit értek ez alatt? Az ellenfél, aki vak, egy ütésre le fogod tudni ütni, mert finisher damage-et fogsz tudni neki adni. Na most, az igazság az, hogy létezett, talán a Perin Sequence-nél létezik manapság is egy ilyen mod az Excaliburhoz, egy ilyen augment mod, talán a Perin Sequence-nél, nem emlékszem biztosan, ami ugyanezt csinálta, tehát ha vakított az Excalibur, finisher damage-re nyitotta meg az ellenfelet. Na most ez a mod mostanra már haszna vehetetlen lett, mert nincsen már rá szükség, mert a vakításkor gyakorlatilag már nyitottak lesznek az új vakításra nyitottak lesznek finisher damage-re. Megint csak egy jó pont, azért mert ez az augment mod nem csak azt csinálta, hogy neked adott finisher damage-et, hanem a társaidnak is, és hogyha mondjuk a társaidnál egy skindó volt, és nem egy skana, akkor a skindóval beadni egy finisher damage-t igen hosszú idő, azt kell, hogy mondjam. De úgyhogy most már a másik képessége is még über brutálabb lett, ami már eddig is az volt, és segített az Excaliburnak, hogy nagyon hosszú és erős ellenfelek, nagyon hosszú ideig és nagyon erős ellenfelek ellen is hely tudjon állni a vakítása. És amit láthatjátok, a slash-dest akcióban még távolról is über brutálról leszed mindenkit. Vakítás, slash-dest, minden nagyon erős lett az Excaliburt, már csak ezekkel. A régi ultimate képességét, a Radial Javelin-t, ami
A köztudattal ellentétben talán nem strength alapú, tehát nem erőmód alapú, tehát ne, hiába erősítetek az erejét, a Radiant Javelin nem lesz erősebb. Szóval azt átrakták a harmadik képességnek, ezáltal kivéve a magas ugrást. Úgyhogy a Radiant Javelin-nel, amit itt láthattatok, ezt lehet csinálni. Közép-alacsony szinteken ez a képesség már eleve egy OP dolog volt, mindig is az volt, és tömegeket lehet vele pusztítani. És ezt meghagyták ugye a harmadik képességnek. Ez azért tök jó, mert közép és alacsony szinteken tömegeket pusztítasz vele, és nagyon tök jó kis képesség, és jó van megcsinálva. De amint jön egy melősebb, erősebb ellenfél, Heavy Gunner, nem sokra mész vele, és ez így volt, amíg az ultja is volt. Úgyhogy most gyakorlatilag nem tud eldönteni, hogy mit használja képességei közül az Excaliburnak. Nem tud eldönteni, hogy ultit használj, vagy Radial Javelint, és minden szituációra az Excalibur most megfelel. Eléggé durva lett, és igazából most csak dicsérni tudom. Nem mondom azt, hogy ez a legüberebb, legfaszább karakter, de nagyon jó megtanít kardozni, megtanít gondolkodni. Még mindig nem az a karakter, ahol ledőlhetsz háttérbe, mint egy Rinonál, egy Lokinál, vagy nem is tudom melyik karakternél, egy Novánál, amik ilyen kényelmes karakterek. Nem, ez a karaktere aktívnak kell lenned, mozgolódnod kell, és benne kell légy a csatába, és nem, tehát nem felejtesz el gondolkodni. És itt láthatjátok az ulti egy sajnos egy kicsit kihasználatlanul, de überepikül néz ki ez a kard. Na most az ultiáról hasznos információ, hogyha így pörögve kardozol, akkor gyakorlatilag vakítani fog egyet. Ez kell lennél több, tehát így ulti, egyet pöröksz, és elvakítja az ellenfeleket, nem olyan széles körben, mint a második képessége, de kis széles körben elvakítja az ellenfeleket. Kell lennél több, amikor egy bombert kardozol, és elvakítod, és nem fog tudni lőni, szóval egyszerűen hihetetlenül effektív, és jól kinéző ulti, azt kell, hogy mondjam. És viszont óvatosnak kell lenni vele, mert az ultid erőssége függvényben áll a melee weaponod, szóval a kardod erősségével függvényben áll az ultid képessége. Szóval úgy szorozza fel az ultidat, hogy milyen erős a kardod. Ha van egy erős kardod, egy jól modolt kardod, annál erősebb lesz az ultimate képességed is. Ezért is gondolkodhatsz már megint csak azon, hogy milyen kardot rakjál vele neki, mi lehet az a kard, ami a legerősebb, ami mondjuk a legjobb crit chance-szal rendelkezik, és a többi. És ez kicsit úgy, mint a Valkyrnél, de majd arról is csinálunk egy videót. Szóval erősen modolt, jól modolt kardot kell adni az Excalibur kezébe, hogy az ultia istentelenül hatékony legyen erős ellenfelek közül is. Tehát annyit mondhatnék, hogy az ultid annyit ér, mint a kardod. Gyakorlatilag, csak persze felerősítve. Na most ezt azért mondom, ezt tapasztalatból mondom, mert előbb-utóbb elérsz a Warframe egy olyan szintet, ahol képes leszel menni a Voidban, a karaktered maga és a játékstudásod, a tapasztalatod és a skilled, ami összegyűlt, képes leszel arra, hogy túléljen 50 perceket is a Voidban. Na most 50 és 60 perc környékén a Voidban olyan erős ellenfelek jönnek, amik ilyen 100 környékét ütik meg, és ott már például az ulti, ugye a kard függvényében nem biztos, hogy helyt fog állni, ezért az lesz valószínűleg az Excaliburnak az egyik gyengesége. De ha van egy über fasz a pro kardod, akkor nagyon sokra viheted az ultival. Na most, modolást tekintetve. Nos, üdvözlök az űrhajomban, és jön az Excalibur modolása valószínűleg, illetve hát nem, csináltam egy új buildet, és csináltam egy régi buildet az Excalibur, illetve megvan még a régi build az Excaliburra, mind a kettő hasznos, még mindig a maga szempontjából, hát az új az valószínűleg hasznos lesz azért, mert új, a régi meg hasznos azért, mert még mindig hasznos tud lenni az Excalibur, úgyhogy most jön a régi, és jöjjenek a trükkök. Én kardozok az Excaliburral, nem beszélve arról, az aura módja, ugye, amit láthatjátok, Steel Charge. Az Excalibur a Necrosz mellett az egyik olyan karakter, aminek az aura módjának nincs polaritása, és a 18-as mellett lévő kis ilyen Y-ocska, vagy V betű, vagy ahogy tetszik, az nincs ott. Gyakorlatilag, na most én raktam bele egy formát, hogy polaritást tudjak adni az aura módjának, ezáltal megint csak több pontot tudok felhasználni. Na most, jöjjön akkor
az a bizonyos régi build. Van egy olyan mod, akinek netán megvan a kardjára, hogy Life Strike, az azt csinálja, hogyha kardozod az ellenfeled, életet fog adni neked. Tehát egy ilyen Life Steal mod gyakorlatilag. Ezért szokták az Excalibur-t Vitality-re húzni, és nem Redirection-re. Nekem nincs meg a Life Strike, ezért az életemet semmi nem tölti vissza, ha csak nincs egy Necros a közelben, vagy Oberon a közelben, vagy Trinity a közelben. Na most ez nem mindig van így. Így aztán kérlek szépen kiszoktam venni a Vitality-t, és berakom a Redirection, mert a Shield visszatöltődik, az élet az nem, ezért Redirection-re húztam az Excalibur-t. A régi build szerint, ez nem a régi build, ez az új build, a régi build szerint használtam ilyen perkeket, vagyis modokat, bocsánat, a kod múlt, ugye? Hogy ugye benn volt a Redirection, a Handspring, ami Quicker Recovery After Being Knocked Down, tehát gyakorlatilag hogyha leütnek, azonnal feláll gyakorlatilag. Ami nagyon hasznos, nagyon hasznos volt az Excalibur szempontjából, de még mindig hasznos, azt hiszem. Az Overextended azért, mert hosszú idő után a Voidban az Overextended a range-et adja, ugye nagyobb területen hat a képesség, a vakítás a legjobb baláton. Szóval, hogyha vakítottam, akkor szerettem volna, hogy ezt minél szélesebb területben megteszi, azért, hogy legyen időm kardozni, és legyen időm elmenekülni is. A Natural Terrent az azt jelenti, hogy gyorsabban tudja bekapcsolni a képességét. Nagyon hasznos, mert az Excalibur-t megint csak arra terveztem, hogy hosszú ideig bírja magas ellenfelek ellen is, úgyhogy ezért fontos, hogy ezt a képességet gyorsan ellője. A Rage, ami az életre mért ütéseket energiával alakítja át gyakorlatilag, nagyon hasznos kis mod, ezért mindig volt energiám, hogy a második képességemet el tudjam sütni. Ez a régi build, ahol az ultimate képesség gyakorlatilag nem volt annyira hasznos, és az első képesség sem volt annyira hasznos. A Quick Thinking az azt csinálja, hogyha halálos sebzést kapsz, hogy már elesnél, nem fogsz elesni addig, ameddig van energiád. Gyakorlatilag. A Streamline az effektivitás, hogy kevesebb energiát használjak el, hogyha használom a képességeket és a flow, hogy több energiám legyen felhasználni a képességeket. Ez ott a régi build, akár ezt is használhatjátok, hogyha jól esik, mert igazából azt kell mondjam, hogy elég jó build. Na de most viszont az új képesség is sok mindenben változtatnak. Slashes damage-et kapott, a Radial Blind-nak megmaradt a Power Duration-e, a Radial Javelin lett a harmadik képesség, ami eddig az ulti volt, damage-et kapott, és ugye az Exalted Blade damage-e gyakorlatilag önálló is damage-e van. Szóval most már range-re, duration-re és damage-re ki kell húzni az Excalibur, tehát legalábbis ugye eme jelzések szerint, hogy én csináltam most egy pár másodperce kb. Egy gyors buildet arra, hogy ennek a háromnak megfeleljen az Excalibur, és az így néz ki, hogy Steel Charge, ugye a Redirection, mert akinek nincs meg a Life Strike, annak Redirection, a Flow, hogy több energiát tudjunk felhasználni, Stretch, hogy több legyen a Power Range, nem annyival, nem 900-900%-a, de több lesz a Power Range. A Natural Talent még mindig szükségem van rá, hogy gyorsan kapcsoljak. Intensify, hogy erősebb legyen, ugye, mert most már damage-re is megyünk, erősebb legyen. Streamline, hogy kevesebb energiát használjak el, amikor bekapcsolok képességet. A Rage az ugyanúgy, az benne van. És a Continuity, hogy Power Duration-ban is az idő is több legyen. És így aztán tulajdonképpen az Excaliburnak mindenhova erősítettünk egy kicsit, hogy mennyire hatékony ez a build, nem tudom, még nem próbáltam ki, valószínűleg ki fogom majd próbálni, és hogyha van egy jobb, akkor azt úgyse közlöm veletek. Na, egyelőre ezt raktam össze így nagyon gyorsan, majdnem biztos, hogy valami jobbat is össze lehet rakni, de most már, hogy az Excalibur damage-et kapott, duration és range-et, így ez egy praktikus buildnek tűnik a régi builden mellett, de még a régi is eléggé effektív tud lenni. Na most ennyi lett volna az Excalibur, köszönöm a figyelmet, sziasztok!